Maga házas? Gondoltam. Akkor nem sok fogalma van erről az egészről. Akkor csak azokat az idióta tévéreklámokat látja. Benne a boldog családokkal. Meg a mosolygós gyerekekkel. És minden tiszta. Perszillel mosva. A fél reggel munkába megy. Szép kert, szép ház, szép konyha, vasalting. Csókkal búcsúzik a feleségétől. Ja, meg azok a pelenka reklámok, ahol a kaki kék, és nem bűnő. Hát én még soha nem láttam olyan reklámot, amiben a férfi elfingja, vagy elböfögi magát. Hát higgy el nekem, hogy ebben a földi életben minden férfi köpög meg fingik. Meg a tévé. Meg azok a hülye sportműsorok. Meg a sör. Meg a sör. Meg a sör, aztán átjönnek az idióta haverjaik. És azok is finganak meg köpögnek, tele fingják a lakást. És aztán nincs az a nanotechnológiás, mikromolekuláris innováció. Nincs az a perszil, meg az a szilánc, ami elűzni azt a bűzt. És a gyerek is bűnös. De az ember csinálja. Csak csinálja. Tolja maga előtt. Takarítja a szart. Aztán, amikor eltakarítja az egyik kupacot, akkor ott van a másik. És már nem tudod, hogy hol vagy, meg hogy ki voltál. Hova? Hova lett? Elvesztél benne. Mert rég nincs meg az a... Az a valaki, aki voltál itt belül. Nyolcadikos koromban mindenki szerelmes volt belé. Még a lányok is. Egyszer egy fiú írt nekem egy szerelmes meset. Nem emlékszem már rá, akkor nem is foglalkoztam vele. De azt írta, hogy kékszemű angyal. Hát most nézze meg, hol van az a kékszemű angyal. Mi kisvárosi asszonyok, nem Jézust várjuk, mint messiást. A mi messiásunknak makulátlan fehérre kell mosni a fürdő köpenyét, a papucsát. Egyik este azt mondta nekem, hogy kékszemű angyal. Pedig soha nem beszéltem neki erről. Esküszöm. Kitűnően végeztem a gimnáziumot. Szépségversenyt is nyertem. Megházasodtam. Gyönyörű, egészséges gyerekeim születtek. Kettő.
öröm lett volna. Akkor én nem is értem. Most, hogy meghalt, most már meg is hallhatok. Kávét.